Köszöntöm a mai hírháttér nézőit, három vendég érkezett hozzánk, annak kapcsán, hogy pádel országos bajnokság volt a közelmúltban Budapesten, és nem csak országos bajnokság, hanem Európa bajnokság is. Tisztettel köszöntöm a Moson-Magyaróvári Tenisz és Pádel Egyesület képviselőit, az edzőt Muskát Máriót, Sipőc Barnabást és Vörös Zsombort. Hello fiúk, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. És hát egy érdekes sztorit osztott meg velem Mário itt a beszélgetés előtt. Ugye azt kérdeztem az utolsó beszélgetésünkön, hogy mennyi idő alatt lehet olyan padel sportolókat kinevelni Moson-Magyaróváron, mert hogy ez egy új sport, aminek eredménye van. És akkor talán azt mondtátok, hogy egy 4-5 év azért kell hozzá. Ahhoz képest meg itt ülünk két országos bajnoki második helyezettel. Szóval mi történt? Üdvözlök. Miért voltatok ennyire pessimisták? Hát igazából ez igazából csak egy álom volt eleinte, ami hála Isten sikerült is. A fiúk nagyon keményen edzettek, nagyon keményen dolgoztak, akár az OB-ért, akár az európai szereplésért, és így országos szinten, hála Isten, be tudták bizonyítani, hogy van helyük. Beszélj kicsit a fiúkat, mutasd be abban olyan értelemben, hogy kinek mi az az adottság, vagy mitől lehettek ennyire meghatározók arra az idei mezőnyben? Tehát ilyen gyorsan ráadásul. Mert ha jól tudom, akkor másfél éve foglalkoztok ezzel a sporttal. Igen, a fiúknak ugye van azért több éves teniszmúltjuk, ami valószínűleg hozzásegítette őket ehhez. És ugye Magyarország nem csak Óváron, hanem Magyarországon sincsen régóta padel, mert Budapesten is aktívan 4 éve van csak padel. És valószínűleg a labdaérzék, a fizikális adottságok és a sok edzés és gyakorlás meghozta a gyümölcsét. Most megkérdezzük a srácokat is, szóval Barni, Zsombor, hogyan találkoztok ti a paddellel először, és mikor itt ez a kisebb fordulat, hogy inkább ezzel foglalkoztok? Bár nem tudom, hogy tenisz megvan-e, de hogy paddelezni kezdtek. Hát én most már a teniszt az teljes mértékben abba hagytam. Ez még másfél éve, amikor Mário felhozta a pályának az építésének az ötletét magát, ekkor elgondolkodtam rajta, hogy valójában mi is ez a sport. Egészen idáig nem is hallottam róla, és ilyenkor el is kezdtem magát a padelt. Természetesen ilyenkor még a teniszsportot ugyanúgy űztem, és szerintem az országos második helyzet volt ez a meghatározó pont, amikor úgy döntöttem, hogy inkább célszerű lenne a paddellel foglalkozni, nem csak az eredmények miatt, hanem sokkal jobban is élvezem magát a sportot. Zsombor, nálad mi a történet? Te is teniszeztél? Én is már 6 éve teniszezek, még mindig teniszezek, és tervezem is, hogy hobbiként folytatom, de én is tervezem, hogy átállok teljesen a paddel felé, és a Barnival együtt nagy sikereket érünk el. Amúgy ugye mind a ketten U16-os korosztályban versenytetek, és párosban nyertétek meg ezt az országos bajnoki ezüstérmet. Szóval hogyan esett rájuk pont a választás, hogy ti magatoktól lettetek egy páros, vagy az edzői utasításra egymással kellett ezt megpróbálni? Ki meséli el a Szerintem itt ugye van köztük egy régóta tartó barátság is, ami ugye még a teniszből adódik, és ott azért a tudásszint is közrejátszott. Nagy volt köztük, meg jól működik köztük a játék kapcsolat is, szóval értik egymást, tudja a másik, hogy adott esetben a párja egy adott szituációban mit lép, és szerintem ez így egy tökéletes párosítás. Meséljetek akkor az OB-ról először is. Ugye azért volt tétje az OB-nak. Hát volt. Ugye júniusban volt ez az egész országos bajnokság Budapesten. Hát összességében azért színvonalas volt a mezőny természetesen, de egy meccset elbuktunk, egész szorosan egyébként. Ugye ennek köszönhető, hogy csak a második helyzetet sikerült behúzni, és a többi meccset pedig megnyertük. Ki a főnök a pályán? Van ilyen? Nem, nincsen főnök. Jó, mert most ugye mondtad, hogy csak a második helyet sikerült behúzni. Azért kérdeztem, hogy volt-e tétje,
Mert hogy én úgy tudom, legalábbis ezt az információt hallottam, hogy a top 2 képviselheti a Magyarországot az Európa-bajnokságon, ami szintén Budapesten volt. Foglalkoztatok ezzel a téttel, hogy tulajdonképpen akár még a nemzetközi szereplés is összejöhet? Hát én akkor abban a pillanatban erről még nem tudtam, ezt utána vetették fel, hogy a válogatottba esetleg bekerülhetünk, természetesen a mi beleegyezésünkkel, és akkor a pillanatban még nem a nemzetközi szereplés lebegett a szemünk előtt. Edzőként hogyan élted meg az országos bajnoki szereplést? Mik az emlékeid, Mária? Gondolom, ott voltál fiúkkal, nem? Persze, természetesen. Hát igazából nekem ezzel nem, magával a padellal is az a célom, hogy nyilván fontosak az eredmények, de a legfontosabb az, hogy fejlődjön a sportág, és minél jobb eredményeket tudjunk elérni. Én egyébként valahol reménykedtem abba, hogy egy jó eredményt el tudnak érni a fiúk, mert szerintem sejtettem, hogy korosztályos szinten ügyesek, de hát én nagyon boldog voltam, hogy ez sikerült és ez összejött. Ugye ez nagyon közel áll ez a sportág a teniszhez igazából, talán nem is biztos, hogy mindenki pontosan ismeri a szabályrendszereket, talán jó ilyenekről is beszélni. Hogyan tovább? Mi történt az OB után? Az megünnepeltétek? Volt valami kis mulatság? Zsombina? Nem. Nem emlékszem semmi konkrétra, de nyilván nagyon boldogok voltunk, és miután hallottuk, hogy kijutunk az EB-re, nyilván egyből elkezdtünk edzeni. Musi egyből elég hatásos és kicsit durvább edzéseket tartott. Meg is növelt az edzésszámokat, és hát hatása is volt. Milyen hatása volt? Mennyit telt el ugye ugye az OB meg a szeptemberi EB között? Azért olyan nagy különbség nincsen. Mire helyeztétek a fókuszt a felkészülésben? Hát igazából tudtuk, hogy nagyon-nagyon nehéz országok és ellenfelek várnak ránk az Európa-bajnokságon, és próbáltunk minél többet inkább ilyen pontjátékokat játszani, nem is feltétlen már a technikát csiszolni, hiszen ahogy mondtad is, nem állt már sok idő rendelkezésünkre. Igazából van még hova fejlődni bőven. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy szó, hogy a fiúk feljutottak, hiszen már 4 éve van padelválogatott, és még sose volt vidéki pár a padelválogatottban, mindig csak budapesti játékosoknak sikerült ez. Az EB-n, ha jól tudom, nem sikerült érmet szerezni, de mégis milyen volt ott lenni? Meséltek. Hát a színvonal az egyértelműen rettentően magas volt. Ugye, ahogy már említetted, eredmény nem született, de rettentően sokat nem tanultam. Azt mondtam, hogy eredmény nem született, érmet nem szereztetek. Szerintem óriási eredmény az, hogy Magyarországot és a korosztályt tudtátok képviselni. Természetesen, hát érmet nem szereztünk. Na, szóval milyenek voltak az ellenfelek? Volt bármiféle? Ezt képviselik egyáltalán az elitet ebben a korosztályban, ebben a sportágban? Hogyan álltatok hozzá? Hát ebben a sportágban egyértelműen Spanyolország és Olaszország képviselik a krémek krémjét. Hát szerencsénkre egyből velük kerültünk össze, és azért rengeteget tanultunk a játékukból, a játékstílusukból. Edzőként te is tudsz tanulni? Gondolom, hát te sem voltál még padel EB-n. Mi az, amit le tudsz vonni konzekvenciaként, vagy egyáltalán mi az, amivel tovább tudtok menni ezután? Hát természetesen én is rengeteget tanulok ezekből a rendezvényekből és versenyekből, meg nekem is célom, hogy még tovább fejlesszem önmagamat. Hát előrébb jár azért még a többi ország, szóval ott nem 2, nem 3, nem 4 éve üzik ezt a sportot, hanem már pici gyerekkortól csak erre nevelik a gyerekeket. Ez az, ami hátrányunk, viszont megteszünk mindent, hogy igyekezzünk felzárkózni. Hogyan egészítetek ki egymást, vagy hogyan erősítetek egymást? Kinek mi az erőssége, meg a gyengeség van-e, de hát hogyan működtök ti együtt a játékban? Hát természetesen, ahogy már Mário említette, az, hogy már gyerekkor óta barátok vagyunk, azért ez rettentően sokat segített legelején. Ugye én inkább a lecsapásokban vagyok erősebb,
míg Zsombi a stabilabb játékstílusban. Ez így akkor ez egy jó páros? Jó? Nem értek a padelhez abszolút, szóval mondjátok, hogy ez így jó, vagy mindenkinek mindenben erős neki lenni, vagy ez éppen így jó, hogy valaki ebben, valaki meg abban erős? Nyilván jó, hogyha folyamatosan erősítjük egymást, és biztatjuk egymást. Veszekedni szoktatok ilyenkor? Nem jellemző. Nem. Akkor az fontos a kémia, hogy működik a verseny. Igen, meg az összhang. Nagyon fontos, hogy meglegyen köztük az összhang. Hogyan tudnak edzeni? Vannak-e megfelelő edzőpartnerek az ő korosztályban, vagy fölfelé edzenek? Nem tudom, hogy zajlik a felkészülés a fiúknak. Igen, így rendszeresen van nekik korosztályos edzésük itt Mosonmagyaróváron, ahol nem csak ketten vannak, hanem több játékosunk is van. Ugyanez vonatkozik a kisebb korosztályokra, és így meg korosztályokra vannak bontva az edzések. Nekik már nincs mese, nekik már a felnőttekkel kell edzeni, hiszen a következő országos bajnokságon, illetve Európa bajnokságon ők már fiú 18-ban kell, hogy játszanak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a legtöbbet már a felnőttebb, tapasztaltabb játékosoktól tudnak tanulni. Ezt akartam kérdezni meg, hogy hogyan tovább most? Ez mit jelent, hogy maradtuk-e válogatottak, vagy most újra meg kell majd vívni a helyeteket korosztályonként? Mik a tervek? Hát igazából mindenképpen szeretnénk, meg ott is leszünk a következő magyar bajnokságon, és ugyanúgy a célunk az legyen, hogy a válogatottságot megtartsuk. Addig is a céljaink között van, hogy minél több profi versenyen elinduljunk a fiúkkal, illetve más mosonmagyaróvári padelversenyzőkkel is, és folyamatosan próbáljuk növelni a színvonalat. Meg annyit mondjátok el, hogy melyik iskolába jár, és hogyan tudjátok összehangolni a sportot meg a tanulást? Mind a ketten a Kossuth Lajos gimnázium tanulói vagyunk. Nem egy osztályba járunk, ezért órarendbeli eltérések vannak, de összességében azért viszonylag össze tudjuk hangolni az edzéseket. Mik a legnagyobb célok a sportban? Fogalmaztatok már meg magatoknak? Zsombi, nálad? Még nem. Még csak élvezzük a játékot. Gyakorlunk. És az a mesternek mi a célja? Mekkora potenciál van a fiúkban? Mert ugye azért azt mondják, hogy utánpótlásban nagyon jók vagyunk, mi magyarok is, sőt Mosonmagyaróvár kifejezetten utánpótlás nevelőközpont, így Cuzán menni sportokat tekintve, de hogy felnőtt sportolóként hova juthatnak, az nagyon sok mindenem múlik, de mondjuk a potenciál bennünk van, vagy akár profiként is, vagy hát felnőtt sportolóként is a legjobbak között legyen. Igen, én úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy másfél éve van padel Mosonmagyaróváron, nagyon sok ügyes gyerek, fiatal és felnőtt játékos is van, hiszen van kis, úgymond ilyen kis klubversenyeink is folyamatosan vannak, van kis klubbajnokságunk is, és nagyon sok lehetőség van, hála Isten, már Magyarországon, meg itt akár Szlovákiában vagy Ausztriában is a amatőrebb, illetve a profi versenyek. Re is, hogy bárki ott kipróbálja magát. Szerintem most a fiúk tovább lépéséhez mindenképpen szükség lesz egyéb külső támogatásokra is, ahhoz hiszen, hogyha megcélozzuk tényleg a profi szinten ezt a sportot, úgy az egyesületnek, meg a szülőknek is nehezebb ez, de mindent megteszünk, hogy ez sikerüljön. Hol lehet padelezni Mosonmagyaróváron, meg hát akinek kedve van, szabadon jöhet-e hozzátok? Nem tudom, milyenekről is kellene beszélni. Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, aki ki szeretné ezt próbálni, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon élvezhető és nagyon-nagyon játékos játék, amit lehet véresen komolyan venni is, de akár azért is lehet csinálni, hogyha valaki 1-2 kilótól szeretne megszabadulni. A Mosonmagyaróváron, a Lovardánál vannak a most már szabadtéri pályáink, mert most épül még egy szabadtéri pálya, illetve a kötött árugyárnál van egy csarnok, az pedig ugyanúgy egész évben üzemel, és ott lehet kipróbálni, illetve oda lehet járni. És ha jól tudom, akkor lesz egy szezonzáró versenyetek is. Igen, oda mindenkit nagyon, nagyon sok szeretettel meghívunk, akár titeket is. És aki el szeretne jönni csak azért, hogy meglesse, hogy milyen ez az egész, milyen a játék, vagy esetleg reméljük kedvet is kap, mindenkit sok szeretettel várunk. Mert csak azt mondják, hogy mikor lesz ez az esemény. Október 5-én. Október 5-én. Október 5-én. Október 5-én. A Lovardánál, igen. Lovardánál egy kisebb verseny a Mosonmagyaróvári tenisz és padel egyesület szervezésében.
Országos bajnoki második helyezett Sipőc Barnabás és Vörös Zsombor, valamint edzőjük Muskát Mário volt a mai vendégünk. Gratulálunk a teljesítményetekhez, remélem 5 év múlva akkor már a felnőtt magyar bajnokságról beszélgetünk, úgy, hogy a srácok megjósolták ezt másfél éve. Na mindegy, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy bennünket választottak, keressék tartalmainkat a social media felületeinken, kollégáim nevében búcsúzom, viszontlátásra, viszontlátásra.